Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm, akik itt vannak most személyesen Budapesten az irodánkban, a világ minden részéről, az óceánon a túlról részvőket is. Barta Tusek Nébolya vagyok. Én Barta Tusek János vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 10 szintű igazgatóházas párja. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, tegeződve szoktuk tartani a kérdéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, mindenki tegezi egymást nálunk, kortól nem több függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom Ács volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk. Én kereskedelemben dolgoztam, mint volt irányadó, már viszont, mint a párom elmondta, a PPH tanuló csapatszervezés, a fő tevékenységünk, mint családi vállalkozás. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk Szedlacsik Miklós 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991 óta folyamatosan fejleszti, képezi magát. Mostanra a világszinten is kiemelkedő tudással, tapasztalatokkal, képességekkel és gyakorlattal rendelkezik az üzleti élet, az ember, az élet, a világ működése, a problémák megoldása és megelőzése területén. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független, spirituális szervezetének vezetője. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító, ebben is példát mutat számunkra. Az évek során meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós követendő példa, egy példakép számomra. Előadásai tízezrek követik folyamatosan a világ sok országában, és rohamosan nő azoknak a száma, akik általa akarnak fejlődni, és így sokkal jobb életet élni. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Amit a jövővel kapcsolatban tanít, azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. 84 óta Budapesten él családjával, feleségével Szedlacsik Mariannal, kiegyensúlyozott boldog család élete van, 2 fiú gyermeket neveltek fel. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Szedlacsik Miklós kapott egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjon át, amely által az emberek képessé válnak a szeretett korba, az aranykorba bejutni. Ennek a küldetésnek a megvalósításához kapott egyedülálló különleges képességeket, és ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentett szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, jöjjön és tartsunk mai képzésünket, szervezetünk alapító és vezetője, 13-as szintű igazgató, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a bemutatást. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé jelenleg halad a világ? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Tudatlan. Tudatlanság? Boldogtalanság. Boldogtalanság? Elégedetlenség. Elnyomottság. Elégedetlenség. Céltalanság. Elnyomottság.
Érdekes világot élünk. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy politizálni fogok. Nem szoktam, csak érdekel, hogy mit csinálnak a politikusok. Jó? Tehát, akik így befolyással bírnak valamilyen szinten az életünkre, azok érdekelnek, hogy mit csinálnak. Hát ilyen egyszerű. Jó, de én hála Istennek már képes vagyok arra, hogy azokat a megnyilvánulásokat, amiket mondjuk a hatalomban lévő emberek, vagy a háttérhatalomban lévő emberek, vagy a politikusok, mondjuk ahogy megnyilvánulnak, azokat mondjuk úgy nézem, hogy az érzelmeim be legyenek ott, tehát ami azt jelenti, hogy érzelemmentesen. Tehát, hogy reálisan nézzem azt, amit az emberek csinálnak, illetve ahogy az emberek csinálnak dolgokat. És ugye néztem a múlt héten, aznap, amikor a Strasbourgban volt most az Európai Parlamenti Ülés, ugye Orbán Viktor, a miniszterelnökünk nyitotta meg, és akkor elmondta ugye a programját, mivel ugye nem Orbán Viktor a soros elnöke a Európai Uniónak, a parlamentének, hanem Magyarország. És gyakorlatilag ő Magyarország képviseletében állt kint, és ugye hát ő Magyarország képviselője, hát ezt el kell tudni fogadni bárkinek, ez így van. Tehát mivel ugye a legtöbb szavazatot az ő pártja kapta, ezért ugye még akkor is, ha ez nem azt tükrözi, hogy a szavazatok többségét kapta, de hát egy csomó kis párt elvitte a szavazatokat ugye az ellenzéknél. És így gyakorlatilag meg tudta csinálni azt, hogy kétharmados többsége legyen a parlamentben, tehát mondhatjuk azt, hogy abszolút úgy van, hogy Magyarország képviselője, szimbolikusan is, meg valóságban is, az úgy hívják, hogy Orbán Viktor. És lényeg az, hogy ugye van egy fél évente változó soros elnökség, második soros elnökségünk, és soha nem a kormányfő a soros elnök, hanem mindig Magyarország. Tehát mindig az ország. Tehát tök mindegy, hogy ott kicsoda, éppen a vezető, ha közben lemondana, vagy meghalna, vagy valami, akkor már rögtön abban a pillanatban már az ország akkori képviselője lenne ugye a soros elnök. De hát nyilván, ha egy ország az elnök, akkor annak a képviselője személyisíti meg az elnököt. Csak hogy ez tiszta és világos legyen. Jó, és ugye az a baj, hogy az emberek úgy néznek a politikusokra, hogy érzelem nélkül. Jó? És ugye mindenre úgy kellene nézni, illetve mindenkire és minden helyzetre úgy kellene nézni, hogy az ember képes legyen az érzelmeit kikapcsolni. Tehát az érzelmeink az egyébként úgy működnek, hogy ha nem tudjuk kikapcsolni, akkor az kibe kapcsol magától. Jó? Tehát csak, hogy tiszta és világos legyen. Jó? Tehát az ember jobban járna, hogyha tudná kibe kapcsolgatni az érzelmeit, mint hogy az érzelmek kibe kapcsolnak teljesen maguktól. És ugye én úgy néztem végig az egész ilyen nyitó ülést, hogy érzelmek nélkül a valóságot néztem, és ugye az emberek igazából abból a szempontból nézték az első ülést, tehát ezt a nyitó ülést Strasbourgban, mármint nem ott nézték, hanem itt Magyarországon a tévén keresztül, tehát mondjuk YouTube-on keresztül, vagy akármin keresztül úgy nézték, hogy hozzákötötték az érzelmüket. Tehát a személyekhez hozzákötötték. És ha mondjuk
szerették az Orbán, vagy valaki szerette az Orbán Viktort, akkor nyilván teljesen ugye pozitív véleményeket írt mellé. Mert ugye lehetett folyamatosan hozzászólni a beszédekhez. Tehát az összes beszédhez. Tehát ez egy élő. A YouTube-ban ez egy élő adás volt. Én nem az élő adást néztem, hanem az élő adás utáni. Hát gyakorlatilag ugye a YouTube-on megmaradt a felvétel. És ugye nagyon érdekes volt, mert hogy valaki mondjuk Orbán Viktort nem szereti, akkor nyilván negatív hozzászólásokat tett. És akik olyan beszédet mondtak, ami Orbán Viktor támogatása volt, akkor akik Orbán Viktort szerették, azok pozitív hozzászólásokat írtak azokhoz a külföldi politikusok hozzászólásaihoz is. Akik nem szerették Orbán Viktort, azok pedig az Orbán Viktor ellenes hozzászólásokhoz írtak pozitív dolgokat. Az emberek teljesen az érzelmükre hagyatkozva szóltak hozzá, és utána nagyon nagy vízhangja lett ugye ennek a strasbourgi nyitóülésnek, Európa Parlamenti nyitóülésnek világviszonylatban, de itt Magyarországon is, és ugyanez a helyzet, hogyha valaki nem szereti Orbán Viktort, akkor negatívan nyilatkozott, és helyesnek tartotta az, ami ott történt, és aki szereti Orbán Viktort, az meg helytelennek ítélte meg azt, ami ott történt, ugye Orbán Viktorral szemben. De mondanám, hogy csak úgy tiszta és világos legyen, hogy itt nem Orbán Viktorról szólt a történet. Tehát itt óriási tévedésben vannak azok, akik újongtak azon, hogy gyakorlatilag ott teljesen ilyen ellenségesen nyilvánultak meg az Orbán Viktor programjával szemben. Illetve hát ő azért ment ki oda, hogy elmondja a programját, ezzel szemben nem foglalkozott senki a programjával, vagy védte igazából azt az álláspontot, amit Orbán Viktor képvisel, vagy szitta, mint a bokrot, azt, amit Orbán Viktor képvisel. De mondanám még egyszer, itt nem, tehát miről szólt ugye a programja? Nagyon egyszerű dolgokról, hogy szigorítani kell a migrációt, kell csinálni egy erős EU-t, ezáltal gazdasági együttműködéseket kellene erősíteni, ilyen bizottságokat létrehozni, stb. Stb. Erről szólt, ez nem egy hosszú beszéd volt, nem egy 25 perces, talán még annyi sem. És lényeg az, hogy utána, na aztán amit kaptunk, azért mondom, hogy kaptunk, mert Magyarország kapott. Tehát itt ilyen déjà vu érzése lehetett egy reálisan gondolkodó embernek, mintha a Trianonba ültünk volna. Érted? Egy az egybe. Tehát aki tanulmányozta esetleg a trianoni magyar felszólalás utáni hozzászólásokat, akkor annak most abszolút déjà vu érzése lehetett. A Trianonban 104 évvel ezelőtt ugye a magyarokat mindenfélének lehorták, és utána feldarabolták Magyarországot. Na most, tehát valami hasonlót lehet ott hallani. Nyilván feldarabolásról nem volt szó. De arról volt szó, hogy le kell váltani ezt a kormányt, meg mindenféle ilyen dolgokra. Így van, de tehát itt gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a hozzászólások fele az Orbán Viktor mellett volt, tehát Magyarország mellett volt, a másik fele meg ellene. De az ellene az valami fröcsögés volt, érted? Akik ellene voltak. Fröcsögés, érdemes megnézni egyébként. Na most, de mondom még egyszer, nem Orbán Viktorról szól a történet. Mert Orbán Viktor Magyarország képviselője, nem ő a parlamentnek az elnöke, hanem Magyarország a parlament elnöke. Érted? Ami azt jelenti, hogyha ő mondjuk delegálná
valakire ezt a parlamenti elnökséget, akkor onnantól kezdve ő lenne a parlamenti elnök. Nem tudom, világos-e. Tehát ő csak gyakorlatilag Magyarország, csak Magyarország vezető embere. Oké? Tehát a Magyarország a parlamentnek az elnöke most, és nem Orbán Viktor. És ott minden szidalom, amit Orbán Viktor kapott, az a népünkre vonatkozik, gyerekek. Értitek? És ez brutális, hogy hogy gyűlölnek minket a nyugati politikusok. Érted? 1000 év óta így gyűlölnek minket. Nem is 1000 év óta, 1500 éve. Így gyűlölnek minket. Mióta? Attila óta. Érted? Attila királyunk volt. Ha valaki nem hiszi, hogy Hun király volt, nézzen utána az interneten, hogy van Lengyelországban egy székesegyház, ott föl van sorolva az összes magyar király. Többek közt Attila is. És előtte még volt talán vagy 5 vagy 7 király. Attila előtt. Oké? És ott mind az összes egészen az utolsó királyig föl van sorolva. Beleértve a Habsburg királyt is. Oké? Szóval, lényeg az, hogy Attila óta utálnak minket a nyugatiak. És ez töretlen. Ez nem javult. Na most onnantól kezdve gondoljátok végig, hogy lesz nekünk jó az ő idézőjelben segítségükkel. Sehogy. Hogy lett jó a rendszerváltás óta, illetve az EU-hoz való csatlakozás óta, hogy lett nekünk jobb a nyugattól? Semmilyen szinten. Akik megszavazták, én nem, direkt lementem, mert akkor vidéken voltam bejelentve, direkt lementem szavazni azért, hogy, ellene szavazni az EU csatlakozás ellen szavazni. Direkt lementem vidékre, érted? Mert tudtam azt, hogy mi nem, semmi másnak nem kellünk, csak piacnak. Tudtam jól. Ez annyira egyértelmű volt. Ez ugye be is bizonyosodott, hogy igazából annak kellünk, piacnak kellünk. És az emberek egy jó része ebbe bízik, hogy az EU majd segít nekünk. A nyugat, mondom, meg kell nézni, aki nem nézte meg, próbáljon kicsit reálisan ránézni. És úgy nézni, hogy Orbán Viktor felé sugárzott utálat, az a magyarokra sugárzott utálat. Érted? Tehát utálnak minket. Nem a nyugati emberek, most ne értsétek félre, a nyugati vezetők. Nem mind, mondjuk ugye a fele. Bőven elég. Érted? Bőven elég. Mit tudom én, utál minket az Európai Bizottság elnöke. Utál minket a legnagyobb európai parlamenti párt, a néppártnak az elnöke. Érted? Utál minket. Szó szerint. De itt szívből gyűlölködnek. Érted? Szívből. És ezekre akarunk mi támaszkodni. Tehát azt gondolod, hogy nekünk az EU miatt jobb lesz az életünk, akkor te nagyon buta vagy, nem tudok más mondani. És örülj neki, hogy nem másként fejeztem ki. Az, hogy nagyon buta vagy. Szóval, egy olyan világban élünk, főleg itt, amely egy nép, érted? Egy olyan nép, ami nem nép. Tehát mi... A Földön két olyan nép van, amely nem nép, hanem vallás. Oké? Az egyik a zsidó, az nem nép, az egy vallás. A másik a magyar, mert a magyar az nem nép, hanem egy vallás. Magyarnak hívtak régen mindenkit, aki egy Isten hívő volt. A világon, az egész világon. Ugyanúgy, gondold végig, nem Izraelben él, mégis azt mondják, hogy zsidó. Érted? Miért? Mert zsidó vallású. Ugyanez volt régen. Zsidó vallás még a fasorba se volt, amikor volt magyar vallás.
A magyar vallás azt jelentette, hogy egy Isten hívő. Érted? De az egy Isten hívő nem azt jelenti, hogy egy Isten van a Földön, te buta, hanem azt jelenti, hogy neked egy Istened van. Érted? Ezt jelenti. Tehát attól, hogy marhaságokat tanítottak az iskolába, meg a vallásokba, attól még a marhaságokat nem kéne elhinni, és elfogadni, és úgy élni. Értitek? És mondom, mi nem nép vagyunk. Az egész világon úgy működött, mondom, még zsidó vallás a fasorban nem volt, amikor úgy működött, hogy a világon mindenkit magyarnak hívtak, aki egy Isten hívő. Hát benne is van a nyelvünkben, könyörgöm, aki tud magyarul, tudnia kell, hogy mikor valami bajod van, nem azt mondod, hogy ja Istenünk, hanem ja Istenem. Az azt jelenti, hogy nekem van Istenem. Nekem, ott van benne, ja Istenem, Istenem, az az enyém, az nem a tied, az az enyém, ott van benne. Valahogy ezt nem tudták kiírtani a Kazinczy féle Habsburgok által kötelezővé tett nyelvújítással. Oké? Mert a Habsburgok kötelezték, azt mondták, hogyha ha nem csinálja meg a nyelvújítást, akkor neki annyi. És kénytelen volt megcsinálni. Jó? Ez ugyanaz az időszak, amikor megcsinálták a feszti körképet. Ugyanarról az időszak. A Habsburg császár, királyunk, ugye Ferenc Jóska kiadta utasításba, hogy csinálják meg, csináljanak történelmet, új történelmet magyaroknak. Érted? És azt fessék le, hogy bevonultak, hogy itt szlávok éltek, és bevonultak a magyarok. És elfoglalták, elvették a szlávoktól a földet. Még jó, hogy nem azt mondta, hogy a germánoktól. Oké. Szóval, ugyanaz, új történelem. Új történelem. Érted? És miért kellett új történelem? Mert vedd el egy népnek a múltját, és elveszed a jövőjét. Logikus, ugyanúgy egy embernek elveszed a múltját, elveszed a jövőjét. Ugyanúgy igaz a társadalomra is természetesen. Hogy elveszed egy társadalomnak, egy népnek a múltját, elveszed a jövőjét. Szóval, gondoljátok végig. Próbáld meg reális szemmel nézni, hogy mit várhatsz ettől a formációtól, amit úgy hívnak, hogy unió. Oké? Mi mit várhatunk, mint nép? Már néppé tettek minket, mindegy. Mi mit várhatunk? És mit várhatsz te egyénként? Érdemes megnézni. Semmit. Szó szerint semmit, csak rosszat. Jót nem? Ha mit gondolsz, miért vannak ellenünk? Hát mi volt egy olyan időszak, amikor úgy hívták, hogy Attila képes volt arra, hogy összefogja a népeket, érted? És neki menjen a római birodalomnak, ugye az a nyugati civilizáció volt. Attila a keleti civilizáció, Róma a nyugati civilizáció. És neki ment és legyőzte a nyugati civilizációt. Csak sajnos nem oszlatt a föld. De nem baj, mert utána jöttek egyéb népek, amely feloszlatták. Kész. De azok is jellemzően nem nyugati népek voltak, nem keletiek. És ez azóta sérelem a nyugatnak, hogy jött a kelet, és az mi voltunk, mert mi vagyunk a hunok. Nem véletlenül mindenütt ott van, hogy hu. Érted? H betűvel jelöljük a rendszámon is, és mindenütt a számítógépet bekapcsolt, kírja, hogy hú, érted? Legalábbis a régebbi programok
az újak már nem. És mindenki tudja nyugaton meg külföldön, hogy mi vagyunk a hunok, és azóta 1500 éve nem bocsátottak meg nekünk. Szerinted meg fognak bocsájtani a következő években? Ha 1500 éven keresztül nem tudtak a nyugatiak megbocsájtani? Vagy hónap, vagy egy éven belül megbocsájtanak? Persze. Az sem megbocsájtás lenne, mit akarnak ők? Mi leigáztuk 1500 évvel ezelőtt őket, úgy, ahogy volt, most meg ők akarnak leigázni minket. Ami sikerült is. Ennyi, most kapjuk vissza, mert most van rá lehetőségük. Gondold végig. Nem felejtették el. Hát jobban ismerik a történelmünket, a hunok történelmét, mint mi. Érted? Amerikában egyetemeken tanítják azt a hadviselést, amit csinált Attila. Érted? Szóval, meg amit a hunok csináltak. Tehát ez mit, miért mondom ezt? Azért, hogy tiszta és világos legyen számodra, hogy hova felé kell tartanunk. Egy, kettő, kire számíthatunk, kire nem. Oké? A nyugatra semmi szín alatt. Jó, ezt felejtsétek el. De a keletre sem nagyon számíthatunk, nehogy félreértsd. Miért számíthatnánk az oroszokra? Hát gondold végig. Miért számíthatnánk bármilyen szláv népre? Érted? Miért? Egyre se. Ugye a román ez nem szláv, azt mondják, hogy az latin. A fészkes fenét, a nyelvét megnézed, az félig latin, félig szláv. Érted? A szavak fele a szláv, a fele meg latin. Érted? Tehát ennek a nagy kutyulmánya. Nyilván a románok is olyan ellenségünk, mint a huzat. Érted? Ráadásul a román vezetés, mióta a világ olyan kétszínű volt, hogy nem is ismerek kétszínű vezetést. Érted? A történelemben. Szóval, kire számíthatunk? Keletiekre, nem északiakra, nem nyugatiakra, nem déliekre, nem. Szerbek se voltok barátaink sose. Érted? Tehát kire számíthatunk? Magunkra. Így van. Tehát magunkra. Na most, mivel nagyon régi nép vagyunk, ősi nép, az ősi időkben tettünk egy nagy fogadalmat, hogy magasabb rendű tudást juttattunk el az emberiség számára, ami gyakorlatilag, ha valami részben teljesül, akkor ez nem teljesült. Érted? Te nem kell szépíteni, mert ha valami részben teljesült, akkor nem teljesült. Ez megint az érzelmet rakjuk félre. Jó? Még akkor is, ha magunkról szól a történet. És a magyarnak az a küldetése, hogy magasabb rendű tudást vigyen el. Tehát ennek a népnek, azért, mert szétrombolták a vallásunkat, ezért nem tudom mondani, hogy vallás. Oké? Nem, a zsidó vallást nem rombolták szét, de a magyar vallást szétrombolták. Az egyisten hitű magyar vallás. Mivel a szétrombolták, kénytelen vagyok azt mondani, hogy a magyar nép. Szóval a magyar népnek az a küldetése volt, és van, mert ha egy nép nem teljesítette be a küldetését, akkor nincs olyan, hogy majd, hát majd kitalálunk valami más küldetést, mondjuk olyat, hogy minél több pénzt költsünk, meg minél jobban nyaljuk valamelyik népnek a hátsóját. Érted? Nincs ilyen küldetés, drága barátaim. Nincs. Jó? Minden népnek van küldetése, a magyarnak egy küldetése volt. Az, hogy magasabb rendű tudás juttasson el az emberiség számára. És erre lehetőségünk van nekünk egyedülálló a magyaroknak. Oké? Ráadásul a mi szervezetünkből kiindulva.
van lehetőségünk. Mert mi olyan dolgokat tanítunk, ami az élet összes területére vonatkozik. Nem egy dologra, bocsánat, ezt elrontottam, jó, visszamegy. Nem egy dologra, hanem többre. Mutatom, hogy miről van szó. Van egy csomó tanító itt Magyarországon. Itt van. Van az életben 10 terület. Például az önmagaddal való bánásmódba tartozik, hogy te egészséges, képes legyél maradni. Érted? Vagy ha megbetegszel, akkor képes legyél meggyógyítani magadat. Érted? Ez ide tartozik az elsőbe. De oda ettől körülbelül 20-szor több információra van szüksége egy embernek, azon túlmenően, hogy meggyógyuljon, vagy hogyan maradjon egészséges. Hát eleve ott kezdődik az első pontnál, hogy önbizalom, önbecsülés, önértékelés. És ma a társadalom nagy részének ezzel nagyon nagy problémája van. Ja, de azt mondod, hogy te neked nincs, mert egy szupermen vagy. Aha, ezt mondja neked az egód, mert az ego az önbizalom és önbecsülés és önértékelés pótló. Ha szeretnéd tudni, és minél nagyobb az egód, annál kisebb az önbizalmad, önbecsülésed, önértékelésed. Ha tetszik neked, ha nem, akkor is ez így van. Tehát azért fejlesztette ki a mai társadalom az egyénekben az egót, mert borzalmas alacsony az önbecsülésük, önértékelésük, önbizalmuk. Hát gondold végig, a társadalom körülbelül 3%-a, nem csak itt Magyarországon, az egész nyugati társadalom, beleértve az amerikaiakat mind, 3%-a az, aki képes arra, hogy önmaga irányítsa a saját sorsát. Az összes többinek irányítják a sorsát. Kik? Minden. Minden irányítja, érted? A média, a politika, a háttérhatalom, amit csak el tudsz képzelni. A felesége, minden. Érted? A férje, minden. Érted? Szülei, gyerekei, amit csak el tudsz képzelni. Mindenki. Érted? 3%. Az mintha kevesebb lenne, mint a 97%. És ez mind azért van, mert a háborút követően tönkretették az embereknek az önbizalmát, önértékelését, önbecsülését, hogy nehogy azon a címszóban, hogy nehogy még egyszer a nép fiából kikerüljön egy Hitler. Nem vicc, komoly. Érted? Mert ahhoz, hogy kikerüljön a nép fiából egy Hitler, annak kellett, hogy legyen önbizalma, önértékelése, önbecsülése. Világos ez? És akkor az azt jelenti, hogy akkor tegyünk minden tönkre, mindenkinek az önbizalmát, önbecsülését, önértékelését tegyük tönkre, lehetőleg, vagy majdnem mindenkinek, érted? Mert ugye megnézed a 3%, az ráadásul még jó módú is. Tehát akinek rendben van az önértékelése, önbecsülése, önbizalma, az még ráadásul jó módú is. Nem ezt jelenti, hogy be kellett születni egy olyan fajta családba, és azért jó módú, hanem azért, mert evéget lehet valaki jó módú. Érted? Mert ahhoz, hogy valaki jó módú lehessen, de úgy értve, hogy a jó módban benne van a szabadság. Világos ez? Ahhoz, hogy az ember szabad és jó módú legyen, ahhoz kell önbizalom, önértékelés, önbecsülés. És minél nagyobb ez neki, annál szabadabb és annál jobb módú. Jobb módúbb.
Világos ez? Lehet másként is valaki jómódú, úgy, hogy nem tisztességes módon. De ők nem szabadok. Aki nem tisztességes, az nem szabad. Mert aki nem tisztességes, van mitől tartania. És félelemmel van teli az élete. És akik nem tisztességes módon értékel például a nagyon gazdagságot, mondjuk a szuper gazdagságot, az mind fél, és félelmében elnyomja a népet. Érted? Na most, egy olyan ember, aki fél, az nem szabad. Az a félelem igájában van. Érted? Tehát a félelem egy békjó. Az sokkal jobb, ha valakinek nincs vagyona, de nincsenek félelmei. Érted? Sokkal jobb. Tehát ezért ugye olyan országokban, ahol nincs gazdagság, ahol sok a szegény, sokkal több a boldog ember. Miért? Mert nincsenek félelmei. Érted? És hogy kezdődött ez az egész, ez a félelembe taszítás? Hát úgy, hogy elindították kötelező programként a második világháborút követően a kötelező oktatást. Addig nem volt. Nem volt kötelező oktatás a második világháború végéig. És azokban az országokban, ahol bevezették a kötelező oktatást, ott sérültek a gyerekek, és önbizalom, önértékelés és önbecsülés hiányosak. Mindenütt. És ez mindenütt így van, ahol vannak olyan országok, még egyes országok, ahol nincs kötelező oktatás, de abban a pillanatban, amit bevezetik, egy rövid időn belül már előjön az, hogy önbecsülés, önértékelés és önbizalom hiányosak lesznek az emberek. Nagyon egyszerű oka van ennek. Nagyon egyszerű oka. Micsoda? A társadalomnak az alapja, nem, kezdjük azzal, hogy a család alapja az együttműködés. Azok a családok, amelyek nem működnek együtt, férfeleség, szétesnek. A társadalom alapja a családok együttműködése. Érted? Tehát inkább úgy mondanám, hogy vegyük egy kisebb részére. Tehát a közösségek úgy működnek, hogy a családok együttműködnek. És a társadalom akkor működik, hogyha a közösségek együttműködnek. Világos voltam? Tehát ez a fokozat. Ami azt jelenti, hogy bárhol elkezdhet szétverni az együttműködést, gyakorlatilag szétvered azt a közösségi egységet. Érted? Na most, az iskola mit csinált? Hogy veri szét az együttműködést? Nagyon egyszerűen. A versennyel. A versennyel. Hogy ki visz haza jobb jegyet, meg megszégyenítés. Mikor megszégyenítik az egyessel. Érted? Meg kötelezővé teszik, hogy járnia kell. És ha nem jár, büntetik. Ha te nem mész dolgozni, akkor nem csuknak dutyiba, szocializmusba dutyiba dugtak volna. Börtönbe. Érted? De itt a kapitalista társadalomban nem csukják börtönbe az embert, hogyha nem megy dolgozni. De a gyerek szüleit, ha nem megy a gyerek tanulni iskolába, megbüntetik, érted? Tehát gondold végig, hogy hova fajult ez az egész. Én utáltam az iskolát, tudod miért? Mert kötelező volt.
Ha én nekem nem tetszett egy munkahely, odébb álltam, átmentem egy másik munkahelyre. Érted? Most mindegy, hogy miért nem tetszett. Nem teheti ezt meg a gyerek. Tehát a gyereket kiskorban már olyan dolgokra kötelezik, és nem a szülő kötelezi sajnos, hanem az állam, érted? Amivel a gyerekek bemennek iskolába, látsz elsősöket, és olyanok, mint a fecskék a villanydróton, érted? Úgy csivitelnek. Nézd meg 8 év múlva. Mint a kukák, olyanok. És bunkók. Érted? És bunkók. A kicsik nem, a nagyok bunkók. Gondold végig. Mivé teszi őket az iskola? Mondok példát, de az óvoda se sokkal jobb. Gyerek, gyönyörűen nevelték, semmi gond nem volt vele, azt se tudta, mi az, hogy káromkodás, beiratták az óvodába, 2 hét múlva káromkodott. Érted? Szóval, az iskola rendszer, ami most jelenleg van, sajnos ide juttatta a társadalmat. Érted? Ide juttatta. Közvetlen formába. Közvetett formába, persze, hogy a hatalom juttatta oda. Még közvetett formájában a háttérhatalom juttatta oda, mert a háttérhatalom parancsola. Hatalomnak, a nyílt hatalomnak. A nyílt hatalom meg parancsol, hogy milyen iskola rendszer legyen. Szóval, el lett rontva az egész. Tehát itt kezdődik az egész, hogy nézz körül, hogy hány olyan helyet találsz, én nem a 10 pontról beszélek, egyről, az önmagaddal való bánásmódnál. Hány olyan szervezetet találsz, amely az önmagaddal való bánásmód minden részletét tanítja. Egy van. Úgy hívják, hogy PPA, Nyílt Akadémia. Érted? Egy. És akkor gondold végig, ha egyetlen egy ponton, mit tudom én, ha az önmagaddal való bánásmódot mindent meg akarsz róla tanulni, akkor kismillió helyre el kell menned. Akkor vajon, hogy végigvedd a 10 pontot, hány helyre kellene elmenni? Miért? Nem egyszerű. Mert mi vagyunk azok az emberek, magyarok, akiknek el kell juttatni a magasabb rendű tudást a világ számára. Érted? Ezért. És ez innen indul tőlünk. Nem más szervezettől, tőlünk. Oké? Van múltunk, az a múltunk, hogy juttassuk el az emberiség számára a magasabb rendű tudást, és az a jövőnk, hogy eljuttatjuk. Érted? Legalább tudjuk, hogy mi a népünknek a küldetése. Oké? És én nem azt mondom, hogy ezen a területen mindenben profi legyél, meg mindent tudjál. Mert ahhoz sok tapasztalattal és sok tudással kellene rendelkezned. És az lehet, hogy évtizedekbe telne. Nekem megvannak az évtizedeim hozzá. Miért? 87 óta foglalkozok. Visszatesszük. Jó? És akkor elolvassátok. Tehát 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től van saját szervezésű csapatom, több százezer embert szerveztünk, ugye? Szerveztünk, ami azt jelenti, hogy én
együttműködöm emberekkel 93 óta. Érted? És 93 óta olyan lehetőségeket juttattam el az emberek számára, amivel javítottuk az életminőségüket. És úgy működtünk együtt azokkal, akik ugye csatlakoztak, hogy egy rendszerbe fogtam az egészet, és létrehoztam azt, hogy ők szívesen működjenek együtt. És ez most is így van. Tehát másként nem lehet eljuttatni az emberiség számára a tudást, csak együttműködéssel. Nem kapcsolattal, hanem együttműködéssel, érted? Tehát az együttműködés az azt jelenti, hogy egy közös cél érdekében együtt tevékenykednek. Ez jelenti az együttműködés. Nem olyan, mint a általános, hogy hú de jó, fogjuk meg, azt vigyétek. Nem, az nem együttműködés, hogy fogjuk meg és vigyétek. Jó? Hanem az, hogy az ember odaáll, megfogja, és együtt viszik azt a dolgot. Oké? Tehát nekem megvan 91 óta tapasztalat, 87 óta pontosabban. Érted? Az emberekkel kapcsolatban. És nem csak az emberekkel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ezen a 10 területen visszamegyek, minden területen ebből a 10 területből átfogó tapasztalatom van. Mindegyik területen. Érted? Nem 9 területen, 10 területen. Nem egy területen, 10 területen. Oké? És sose érdekelt a pénz. Ez kap ki. Sose. És soha nem idegesített semmilyen pénzhiány. Simán vesztettem 10 millió forintot így, egyik pillanatra a másikra. Érted? Úgy, hogy nem lettem ideges. Oké? Anyámtól elvittek ékszereket, pénzt, kb. 4 millió forint értékben, ennyire nem voltam ideges. Érted? Nem érdekelt sose a pénz. Én úgy voltam a pénzzel, hogy ha én teszem a dolgom, úgy is lesz. Ennyi. És ez itt jól működött. Teljesen jól működött. Érted? De ehhez hozzátartozik, hogy engem nem neveltek lustának. 7 éves koromtól befogtak munkára. Érted? Segítenem kellett otthon. Ez azt jelenti, nem kíméltek ki. És mit tudom én, egy-két éven belül önállóan kellett dolgoznom dolgokat otthon. Érted? Önállóan. Úgyhogy felügyelet nélkül. Ma olyan világot élünk, hogy a gyerekek felnőnek, kijárják az iskolát, és 2 órát nem dolgoztak. Életükben. Érted? És utána olyan büdös lesz nekik a munka, hogy valami hihetetlen. Mikor el kell menni pénzt keresni. Érted? És rá fognak jönni, hogy hú, de macerás a pénzkeresés. Nekem soha nem volt macerás a pénzkeresés, pedig csináltam olyan munkát, amit nem szerettem. Lehet, hogy most megfigyelted, hogy itt járkálgatok, és nem tetszik, hogy járkálgatok. Mert én nem tudok lecövekelni. Nem is akarok. Érted? Ami azt jelenti, hogy képzeljétek el, olyan munkát is végeztem több éven keresztül,
ahol nem mozoghattam. Én gyerekkoromban is egy nagyon mozgékony gyerek voltam. És ezért zavartam az iskolába, az oktatást, mert én mindig fészkelődtem. Meg fölborultam a székkel, meg ilyenek voltak, érted? Gondolt, hogy élvezték a tanárok, meg a tanárnők. Mert nekem mindig fészkelődni kellett, meg mozgolódnom kellett. Most akkor, és nem akarok lecövekelni. Jó, nekem ez így tök jó, hogy mozgok. Sokinek nem tetszik, hallgasson, ne nézzen. Hát nem látod, hogy mozgok. Szóval. Miért lyukadtam ide ki? Na mindegy. Szóval, térjünk vissza. Itt van 10 terület. Ezt a 10 területet az embernek működtetnie kell, és jól kell működtetni. Nyilván valakinek nincs. Hát például, mit tudom én, valakinek nincs párja. Akkor azt tudom mondani neked, hogy részvétem. Oké. Okay. Szó szerint. Tényleg. Az ember az egy páros lény. Nem monogám. Érted? Hogy egyedül csak. Az egy páros lény. Mióta a világ a világ. És én még nem láttam boldog egyedülállót. Még nem láttam. Ez van. Jó, de hát tudom, hogy az egód az megint háborog ezzel szembe. Jó, az meg azt jelenti megint még egyszer az egó, az az önbizalom, önértékelés, önbecsülés, pótló. Jó? És minél nagyobb az egód, annál kisebb az önbecsülésed, önértékelésed, önbizalom. És akkor mondhatod azt, hogy de hát honnan tud ilyet a Szedlacsi? Basszuskus, több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget, 91 óta, és sok több tízezer emberrel működtem együtt. Jó? És több tízezer ember követett. Most akkor kérdezném tőled, aki a nagyra tartod magad, hogy hány ember követ. Oké. Okay. Nem a Facebookon, hanem ténylegesen. Ténylegesen. Oké? Okay? No szóval, nézzük tovább. Mi lesz ezzel a világgal, hogyha az emberek így működnek, ahogy működnek, vagy még ennél rosszabban, mert ha megnézed, romlik ez a fajta működésük az embereknek, tehát egyre tudatlanabbak az élet és az ember működésére. Egy megveszekedett hangot se tanítanak az iskolákban az élet és az ember működésére. Egy mondatot se. A tananyagokból valahogy ezt kivették. Ha netántán valaki ilyet tanult, akkor az önszorgalomból a tanító volt. És önszorgalomból a tanító rakta be az anyagba. Oké, maradjunk ennyiben. Tanrendben nincsenek ilyenek. No, és nézzük, menjünk, haladjunk. Beszéltem arról, hogy milyen világunk lesz, magunkra számíthatunk. Nézzük meg akkor a világ részét. Jó? Merre fele halad a világ? Ugyanolyan rossz fele, mint mi. Ennyi. Nem vita téma az, hogy most a világ halad rosszabb fele, vagy mi haladunk rosszabb fele, mert ez egy tök értelmetlen vita lenne. Szóval lényeg az, hogy az egész világunk rossz fele halad. Ha azt mondod, hogy ez nem így van, akkor te vak vagy, erre azt tudom mondani. Akkor úgy látszik, még akkor ilyen, akkor körülbelül annyi idős lehetsz, mint az unokám, mert az nem érte meg a Covidot. Tudod, mert egy éves. Tegnap volt egy éves. Vagy ma van? 16-a, mikor volt? Ma egy éves, igen. Szóval, gondold végig,
ő nem élte meg a Covidot. Te megélted, akkor láthatod azt, hogy milyen világunk van. És hova jutott a világ, érted? Hova jutott, hogy ilyet meg tudnak csinálni, mint ami a Covid volt. És képzeljétek el, oda juttatták az embereket, brutál, hogy fogják és megfáznak, és mennek a gyógyszertárba, vagy mit tudom én, honnan, vesznek Covid-tesztet, érted, és nézik, hogy covidosak-e vagy nem. Mondom, nem normálisak. Érted? Stresszelik saját magukat. Érted? Mert mi történik? Ha meg van fázva, régen is meg volt fázva, kigyógyult belőle. Most megfázik, megnézi, covidos. Mi lesz velem, covidos vagyok. Meg jaj, mindenki távol legyen tőlem, mert covidos vagyok. Érted? Szóval mondom, sikeres volt ez a fajta működés, nagyon sikeres. Nagyon sikeres. De azt valaki nem látja át, akkor nem tudom, hol él. Na szóval, nem csak mi megyünk rossz felé, az egész világ. Az összes nép. Érted? Úgy, ahogy van. Egy nép sem megy jó felé. Jó? Rengeteg nép van a Földön, mit tudom én mennyi. Ne az országokat nézzük, a népeket. Egy sem megy jó felé. Nem kellene egy magasabb rendű tudás az emberiség számára. Mi lesz ezzel az emberiséggel? Tehát csak gondold végig, mi lesz az emberekkel? Hogy fognak élni? Gyakorlatilag már egy sikerült elérni az embereknél azt, hogy ne legyenek olyan céljaik, mint régen, hanem csak kizárólag anyagi céljaik legyenek. És az emberek a célokat teljes egészében hozzákötötték az anyaghoz. Lehet, hogy most megkérdezed, miért vannak olyan célok, ami nem anyagi? Hogyne? A te szellemi fejlődésed, az a tudatosság, az szerinted anyagi dolog? Vagy a lelki fejlődésed, tehát a lelki fejlődésed része, az nem szellemi fejlődés, hogy tiszta világos legyen. A lelki fejlődés része az, hogy ne félj. Érted? Hogy a félelem kikerüljön az életedből. Ez a lelki fejlődés része. Oké? Sír a lelked, mikor félsz. Mert a lelked soha semmitől se fél, mert végtelen élettartamú. De ha te úgy gondolod, hogy ez nem így van, akkor hidd úgy, hogy úgy működsz, mint egy állat. Semmi gond nincs ezzel. Én el tudom azt fogadni, hogy te állatnak képzeled magadat. Nekem azzal nincs bajom, neked lesz. Szóval. Hova tart ez a világ? Gondoljátok végig. Szépen elérik a közeljövőben. Hány éve? Ugye, mikor jöttél, Miklós? 13 éve. Akkor 13 elején voltál itt? Na, akkor 11 éve vagy itt. Hát mert 24 van. Akkor 2001-ben, vagy 2011-ben. Mindegy. Szóval, csak azért, mert a teremben te vagy a legrégebbi. Hányszor, igen, így van, meg, te, meg a párja, a Györgyi, így van. Hányszor hallottátok tőlem például azt, mostanában nem, ezért az újaknak ez új lesz, hogy az amerikaiak mit fognak tenni a jövőben, azzal a kérdéssel, hogy baromi mód el vannak adósodva. Mit mondtam erre válaszként? Fölmerült az a kérdés, hogy hogy fogják visszafizetni a kínaiaknak, új-zélandiaknak, stb. Stb. Azt a töménytelen kötvényt, amit majd lejárnak.
Érted? Tehát gyakorlatilag az amerikai gazdaságot teljes egészében, tehát úgy értve, hogy ma Amerika csődbe ment volna, hogyha a külföldi országok nem finanszíroznák. Oké? Azzal finanszírozzák, hogy kötvényeket vesznek Amerikától. Érted? És hogy lehet ezt visszafizetni? Ezt elmondtam. Nagyon egyszerű, hogy lehet visszafizetni. Le kell értékelni a dollárt, és vissza tudják fizetni. Mert ezek a kötvények úgy vannak eladva, hogy mennyi kamatot fognak érte kapni. Világos? Az nincs, hogyha lemegy a dollár, akkor megemelkedik a kamat. Az nincs. Ami azt jelenti, hogy leértékel dollár, és a kötvényeket vissza lehet fizetni. Tehát, ami azt jelenti, hogy ezt bármilyen ország meg tudja csinálni. Nem csak az amerikaiak. Az amerikaiak már elkezdték ezt megcsinálni. Szépen a dollár értéke folyamatosan csökken. Jó, tehát, de nem csak a dollár értéke folyamatosan csökken, az euró értéke folyamatosan csökken, a forint értéke még nagyobb mértékben csökken. Érted? Ha vissza lehet fizetni. Ugye az nem jó, hogyha a forint nagy mértékben csökken mondjuk az euró vagy a dollárhoz viszonyítva, mert hát nem forintba vettük fel a hiteleket. Nem forintba vásároltak kötvényeket. Érted? Bár ha forintba vásároltak, akkor tök jó megoldás, hogy a forint gyenge. Nem csak a lakosság. Hát így van, a lakosság vásárolt forintba. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, mondjuk vesz valaki egy államkötvényt, és azt mondják, hogy fizetünk rá 8% kamatot, közben van 20%-os infláció, tök jól járt az állam. Érted? Mert nyert rajta 12%-ot. Oké? Okay. Szóval, hát mert az az érték, az kevesebb, érted? Amit vissza kellett fizetni. Mint amennyit vettek tőle. Ha valaki nem érti, kristálytisztán. Szóval, milyen világunk lesz? Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen gazdasági probléma esetén, mint amit most elmondtam, ez egy nagy gazdasági probléma, hogy az országok nagyon el vannak adósodva, és nem tudják visszafizetni azon az áron a hiteleket, meg a kötvényeket, meg a satöbbit. Ezáltal ugye kényszerhelyzetbe kerülnek, le kell értékelni a saját valutáikat, és ennek következtében a lakosság vagyona elértéktelenedik. Nem a vagyon, a pénz vagyona. Tehát nyilván a kézzelfogható vagyon az nem, de a pénzben befektetett vagyona az leértékelődik. Például pénzben befektetett vagyonad a munkád után járó fizetés. Oké? Okay? Az is. Hoppá! Az is. Mert mondjuk egyik évben, mit tudom én mondjuk, van 300 ezer forint fizetésre, csak most mondtam valamit, mondjuk beszéljünk 500 ezerre, könnyebb számolni, van 500 ezer forintos fizetésed, és mondjuk adnak neked 5%-os béremelést, akkor már 525 ezer forint béred lesz a következő évben, de közben volt 30% infláció, érted? Ami azt jelenti, hogy a következő évben az az 500 ezer forint, az már csak 400 valahány ezer forintot ér. Ennyi? Hiába kaptál 25 ezer forint béremelést, 5%-ot, akkor is kevesebbet ér. És tehát még azt se kell mondani, hogy direkt muszáj miattad, a lakosság miatt értékelni a pénzt, mert nem így van, érted? Hanem nincs más választás. Érted? Tehát attól, hogy mit tudom én, népek ezen fellázadnának, hogy miért van ez így, nem tudnának csinálni semmit a vezetők, érted?
Mind hiába lázadtak föl Dél-Amerikában a népek, érted? Az óriási infláció miatt. Nem lett nekik ennyivel se jobb, csak rosszabb a lázadások miatt. Mert tönkretettek egy csomó mindent. Mert a lázadásokból mindig rombolás van, érted? Nem ez a megoldás. Hanem az, hogy az ember félretegye a lustaságát, félretegye azt, hogy nem vonták bele elég hamar a munkába. Mert most gondold végig, ez úgy működik, hogyha a szüleid nem vontak be elég hamar a munkába, és rendszeresen, mint engem. Én általános iskolás koromban anyu bedolgozó volt, és ott dolgoztam mellette. Nem fizetésért, kötelességből. Mert a gyereke vagyok. Érted? És ő naponta csinálta a munkavédelmi kesztyüket, és volt egy olyan végkifejlet, hogy le kellett nyirkálni a kilógó bőröket, érted? És azt csináltam. Minden nap. Hétközben. Általános iskolásként. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy be voltam fogva a munkába. Érted? Ezért, de a nejem is, ezért bazisokat tudunk dolgozni. Érted? Tehát mi képesek vagyunk arra, hogy szinte reggeltől estig megállás nélkül dolgozunk. Az a megállás, hogy eszünk, vagy elmegyünk WC-re. Érted? Tehát én képes vagyok arra, hogy akár 20 órán keresztül dolgozzak egyfolytában. Érted? És a fiam most ott van és bólogat. Érted? Tehát nekem a munka nem jelent problémát, sose jelentett, érted? Gyerekkorban jelentett, marhára utáltam, hogy be kell fogni, és nem mehetek játszani, érted? Az nagyon. Míg a többi gyerek ment, én dolgoztam, érted? És nagyon utáltam. De most hálás vagyok a szüleimnek. De most gondold végig, ha téged nem vontak be, és úgy nőttél föl. És ezáltal jobban szeretsz semmit tenni, mint dolgozni. Vagy bármi más pótcselekvést végezni, mint dolgozni. Hát most a szülői neveltetés, a rossz szülői neveltetés véget. Egyébként anyám volt olyan, hogy nagyon korán befogták őt dolgozni, apámat nem. És láttam is a különbséget, hogy anyám szeretett dolgozni, apám meg nem. Mert apám fölnőtt egy szobakonyhában, érted? Egy lakásban, itt Budapesten, 8. kerületben, és őt nem fogták be, mert nagymamám nem fogta be munkába. Mibe fogta volna be? Egy szobakonyhában nem sok munka van. És ezért láttam, hogy apám szeretett olyat csinálni, hogy fogjuk meg és vigyétek. Anyám az mindent megcsinált. A férfi munkákat is. Simán. Hiszen gondold végig úgy nőtt föl, hogy nem volt férfi testvére. És a lányoknak a férfi munkát csinálni kellett. És amikor olyan dolog volt, akkor a lányok nekiálltak, és 8-an voltak testvérek, az utolsó előtti gyerek lett. Ugye egy fiú, de hát az ugye, mint tudom én, 10-valahány évvel fiatalabb volt, mint anyám. És a lányoknak kellett a férfi munkát megcsinálni. De ugyanúgy anyósoméknál is így volt, hogy ott is kevés volt a fiú, meg kicsik voltak a fiúk, és a lányoknak férfi munkát kellett végezni. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye Mariannál is az a fajta formáció volt, hogy be volt fogva, én is be voltam fogva, tudunk dolgozni. Na most, ha esetleg egy olyan életet éltél, ahol, ez egy kis tanítás is, nem fogtak be elég hamar a munkára, akkor ne csodálkozz, hogy szívesen kerülöd a munkát. Nem azt mondom, hogy munkakerülő vagy, csak szívesen kerülöd. Azért dolgozol, mert muszáj. Érted? Én nem azért dolgozom, mert muszáj.
és sose azért dolgoztam, mert muszáj. Na, nézzük tovább. Ha esetleg azért dolgozom, mert muszáj, akkor ezt jó, ha tudod, hogy a szülők nem fogtak be kellőképpen. És ha nem fogtak be, akkor ennek alapján akarod leélni az életedet? Hm? És amit a szülők elcsesztek, akkor azt mondod, hát Istenem, elcseszték a szüleim. És akkor ez így neked így el van rendezve, így teljesen jó. Bravo! Nem kellene azon gondolkodni, hogy hát de én vagyok. Hát de én nem akarok így élni. Az, hogy most a szüleim rosszul csináltak valamit, ez kihasson az egész életemre, akkor hülye vagyok, ha ezt hagyom. Hát akkor talán meg kellene szeretni a munkát. Ami úgy kezdődik, képzeld el, mint gyerekkoromban nekem is kezdődött, hogy hú, de nem szerettem, hogy engem dolgoztatnak. Meg kellene szeretni. És képzeld, mire felnőtt lettem, megszerettem. Érted? De ez fontos, hogy az ember használja az agyát, és lehetőleg olyan munkát keressen magának, amit szeret. Meg is fizeti. Jó? Tehát az egész társadalom egy nagyon romló félbe van azáltal, hogy az embereket arra nevelik, hogy a cél az az anyag. A cél nem az anyag, hanem két dolog. A szellemi és a lelki fejlődés. Ez a célunk. És a szellemi és a lelki fejlődés az nem anyagi természetű, semmi köze az anyaghoz. És azt soha nem tudjuk tökéletesen beteljesíteni. Tehát egy ember lehet egyre jobb és jobb, és egyre okosabb és okosabb. Oké? Okay? És egyre inkább lehet olyan, aki egyre kevésbé fél. És egyre nagyobb önbizalma lesz, önértékelése és önbelicsülése, és ehhez mi köze az anyagnak? Az önértékelés az mióta anyag? Az önbizalom az mióta anyag? Az önbecsülés az mióta anyag? Hm? Mióta anyag? Semmi köze az anyaghoz. Úgy született az ember, hogy volt önbecsülése, volt önértékelése, volt önbizalma. Kérdés az, hogy mennyire vették el a rossz nevelés véget. És akkor azt mondja a szülő, hát engem, vagy nem a szülő, a felnőtt, hát engem tökéletesen neveltek, mert szerettek. Aha, de a szeretet az csak egy dolog. Egy. Nyilván kötelező dolog. De amellett még egy csomó olyan dolog van, amit a szüleid elszúrhattak. És ezt lehet, hogy nem tudod beismerni. Nem lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy akkor megint túl nagy az egód. Tehát ha a saját hibáidat nem ismered be, az mindig az egódnak tudod lekönyvelni. És az azt jelenti, hogy minél nagyobb az egód, minél inkább nem tudod elviselni azt, hogy felismer magadban negatív dolgokat, annál jobb, ha tudod, hogy annál kisebb az önbizalmad, önértékelésed, önbecsülésed. Mert ez a kettő pont ellentétes egymással. Jó, úgyhogy hajrá! Az a dolgunk, hogy tanítsuk az embereket. Miért? Mert különben itt nagyon nagy gond lesz. Van már. Nagyon nagy gond van. Ez tudod olyan, mint mikor elkezd fújni a szél. És nem úgy szokott általában fújni a szél, hogy a vihar nem úgy szokott jönni, hogy rögtön vihar van. Hát mert össze elkezd fújni a szél, egyre erősebb a vihar rá fejlődik. Na hát a vihar az lesz, hogy elfúj téged. Jó? És az lesz a fővihar, hogy nem tudsz boldogulni még abban az időszakban. Már majd abban az időszakban, amikor nagyon nagy bajok lesznek. Már pedig ezek a nagyon nagy bajok, és ez nem atomháború, ne ilyenre gondolj. Nem kell ez atomháború, hogy nagyon nagy bajok lesznek. Az bőven elég, hogy elértéktelenik a pénzed. Az bőven elég. Érted? Az bőven elég. És ezáltal elveszíted a célodat, az emberek meg úgy működnek, hogyha elveszítik a céljukat, nincs céljuk, akkor nincs miért élni. Ha nincs miért élni, akkor irány a temető. Jó?
Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Ilyen és ehhez hasonló előadásokért iratkozz fel a Szedlacsik Miklós YouTube csatornájára, ez lett az első lépés. Második lépés, hogy beregisztrálsz a weboldalunkra. Ha nem tudod megcsinálni, akkor keresse egy PPH-st, aki ebben foglalkozik, és már is elkezdheted te is az életed egyik legjobb szakaszát, avval, hogy tanulóvá válsz a PPH-nál. Mint ahogy nálam is így volt, életem egyik legjobb döntése volt 10 évvel ezelőtt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz, de akkor még nem tudtam. Ez majd utána derült ki egy pár éve, vagy pár hónappal, hogy hova is jöttem, és miket is lehet itt tanulni, és milyen hangulatokat lehet elsajátítani a Szedlacsik Miklós közelében, meg azáltal, hogy az ember rendszeresen tanul szerdán és vasárnap. Igaz, Ibolya? Igen, ez így van. Ezt én is el tudom mondani, hogy az életem egyik legjobb döntése volt, hogy ide csatlakoztam. Mint ahogy a párom mondta, hogy igazából nem tudtuk, hogy pontosan milyen tudást kapunk, de én azt tudtam, hogy egy olyan mestert kapok, igazából én azért csatlakoztam, hogy egy olyan mestert kapok, aki át fogja nekünk adni azt a tudást, amivel egy boldogabb életet tudjak élni. És ez valóban így is van, mert már 10 éve, hogy mi csatlakoztunk, és itt tanulunk, fejlődünk, mint ahogy a mesterünk beszélt itt az első részben az életünket, ha nem tudjuk jól kezelni, és itt van tényleg valóban ez a 10 terület, ami ki volt itt vetítve. Sok ember szerintem ebbe igazából bele se gondol, hogy ez a 10 életterület mennyire fontos, mert ha én most itt megint, meg minden alkalommal itt végignézem mindig ezt a 10 életterületet, és valóban ott van a legelső, az önmagaddal való bánásmód, és gondoljunk bele, ha tényleg nem vagy magaddal békességben, nem vagy, nincs meg az a önbecsülés, önértékelés, önbizalom, akkor hogy létezel? Hogy tudod a dolgaidat rendezni? Sehogy. Hogy lesznek egészséges kapcsolatok egymással? Így van. És ez tényleg csak egy pici rész abból, hogy önmagaddal való bánásmód. Tehát ahhoz, hogy tényleg boldogulni tudjunk a világban, az életben, tényleg tudás kell, és valóban felnövünk, sehol nem mondanak nekünk arról, hogy hogy is működik az ember, hogy működik a világ. Semmit nem mondanak róla. De hogyha ide jössz tanulni, itt mindent megtudsz. Hogy működik az ember, hogy működik az élet, hogy működik a világ. Ugyanis Szedlacsik Miklósnak akkora tapasztalata van, mi 10 éve itt tanulunk, és mi ezt folyamatosan látjuk és tanulunk tőle, hogy én valóban nagyon sok helyen voltunk, és nagyon sok felett tanultunk, nagyon sok mester volt. Jól tudtak minket motiválni, de megoldást, amit a mindennapokban be tudunk építeni, nem kaptuk meg sehol. Mi, amikor idejöttünk tanulni, nekünk nagyon sok problémáink voltak. Eleve tényleg mondhatom azt, hogy önmagammal. Én azt, hogy ide kiálljak és beszéljek emberek előtt, én nekem, ha valaki mondta, azt mondtam, hogy ez soha nem fog megtörténni. És itt vagyok, és tudok beszélni. Egyik ez. A másik az, hogy a párkapcsolatunk se volt tényleg egy boldog, problémamentes, és... Problémás volt, igen. Igen. És mondhatom azt is tényleg, hogy ott van a szüleim. Igen, még amikor gyerek voltam, akkor persze a szüleink elfogadjuk a dolgokat, de amikor már felnősz, és meglátod azt, hogy hol hibáztak, oké. De amikor már megkapod rá a megoldást, hogy ezt hogy tud helyrehozni, az nagyon fontos, hogy helyrehozd az, amit ők persze nem akartak ők elhibázni, nekik akkor annyi tudásuk volt. De amikor felnősz, ott van benned, és azért nem boldogulsz, mert éppen a szüleink nem úgy oldották meg a dolgokat, ahogy kellett volna, és lehet, hogy mi kaptunk egy olyan negatív emlékképet, ami most felnőtt koromban ott van, és nem tudom az életben jól érvényesülni. De mivel meglett az a tudásom, hogy én a szüleimmel ezeket meg tudom beszélni most már, és meg tudjuk oldani, szerintem annál fontosabb dolog nincsen. És ugyanúgy, hát a gyerekem, hát nagyon jó így szülőnek lenni, hogy egy olyan példaképet tudok neki mutatni, és olyan úgy tudjuk nevelni,
hogy tényleg ő is boldoguljon a jövőben. Másokkal, munkámmal, tényleg pénzzel. Szerintem nagyon sok ember úgy gondolja, hogy dolgozik, kap keresetet, és hogy ennyi a pénz, pénzzel való bánásmód. Pénzzel való bánásmód sokkal többről szól. Az, hogy takarítsál meg. Azt se tanítják senki. Tehát én, hogyha most csak rövid hirtelen a családomat, ha végignézem, vannak testvéreim, unokatestvéreim, minden, és ha látom, hogy hol tartanak, hát csiralmas, most így pénzügyileg. És azért, mert nem tanítják sehol. És ezeket a dolgokat, amit már 10 életterület, képzeljétek el, hogy erre minden hónapokat tanulunk, hónapokat. És emellett a 10 életterület mellett pedig még van 25 nagy témakör, ami az is arról szól, hogy az ember és az élet működése. Tehát egyszerűen akkora tudás van, hogy sehol nincs. Amikor ide jöttem tanulni, akkor nagyon furcsa volt, amikor a mesterünk mondta, hogy nincs másik ilyen közösség, és nincs másik ilyen iskola. Nincs. És nincs. Ezt én is bátran ki tudom jelenteni, mert mi 10 év alatt az életünket tényleg úgy helyre tudtuk rakni, hogy én ebben a világban, ahol elnyomás van, ahol tényleg látjuk, hogy az emberek nem boldogok, nem boldogulnak az életükbe, nekünk nagyon jó, és el tudom azt mondani, hogy egyre boldogabban, egyre szabadabban tudunk élni, de azért, mert megvan hozzá az a tudás, amivel tényleg egy boldog, szabad életet tudunk élni. Úgyhogy aki most néz minket, és már régóta néz minket, vagy most adták elé ezt a lehetőséget, akkor ne várj, hanem gyere és nézd meg, hogy milyen ez a közösség, miről szól az iskola, kezd el a személyiséget fejlesztését, mert az idő telik, és látjuk, hogy itt van ez a, mióta Covid van, ez a pár év alatt, hogy milyen borzalom lett ez a világ, és ez tényleg csak egyre rosszabb. Ez nem lesz jobb, csak egyre rosszabb. Úgyhogy gyere és kezd el, hisz nálunk, aki kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne hallgass, kezd el a Nyílt Akadémián tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Itt minden szerdán és vasárnap képzések vannak, tehát az a jó ebben, hogy itt mindig rendszeresség van. Tehát itt mindig szerdán 18 órától, vasárnap 16:30-tól vannak a képzések élőben, itt Budapesten az irodából, akár eljöhet személyesen is, van rá lehetőséged. És teljesen mindegy, hogy hol vagy a világban, ugyanis ezek a képzések interneten élőben vannak. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy hol vagy. Most éppen itt ül egy... Csak legyen internet. Legyen egy internet. És most éppen itt az irodában van egy úr, aki Egyesült Államokból jött, ugye? Szóval nincs távolság. Tehát ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ha az ember akar, és tényleg szeretne egy jobb világot, és ez nem csak rólunk szól, hanem amikor megvan egy tudásod, akkor tudsz embereken segíteni, és ezt tovább tudod adni, és ez a legcsodálatosabb, és a legfontosabb dolog a mai világban, hogy tanuljunk, és ezt adjuk tovább. És ez a közösség erről szól. Mi itt vagyunk egységben, és azért vagyunk, van egy célunk, hogy egy jobb világot létrehozzunk. És mi itt vagyunk 10 éve, és ezt látjuk, hogy működik, egyre többen vagyunk, és egyre többen tudatosodnak, és ezáltal így bővül ez a tudás, bővül a közösségünk, és így lesz egy jobb világ. És hidd el, hogy ha nem vagy egyedül, akkor ez működik. És nálunk ez így van összerakva, amikor ide jössz tanulni, akkor kapsz egy mentort, kapsz egy segítőt, onnantól te nem vagy egyedül. Tehát, hogyha mennek a képzések, és van valami nem megértésed, akkor van ki ezt, fordulj el. Bármi kérdés felmerül, akkor van egy segítőd, van egy mentorod, és ő segít neked. Tehát ez a legjobb ebben, hogy itt együtt, egységben tudunk fejlődni. És ez így van, és így működik. Mert mi itt vagyunk 10 éve, itt vannak az irodában már, akik régen itt tanulnak, és ezt mindenki tudja, megtapasztalta, így van. Úgyhogy, ja, és képzeljétek el egyébként, hogy ennek a képzésnek egyébként havonta átlagosan 30 óra képzésünk van, havi 200.000 forint értékben tartsz minden napokban használható ember és életjobbító képzést, de most akciósan mindössze 19.700 forint.
sőt a második hónaptól most akciósan csak 12.500 forint. Tehát ez egy megfizethető. Ha te ennyit nem tudsz magadra szánni, akkor gondolkozz el, mert akkor ott már baj van. És ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is. Mi amikor idejöttünk tanulni, akkor tényleg nem láttuk át, hogy itt milyen hatalmas lehetőség van. Tehát van egy olyan lehetőség, hogy mi tanulunk, fejlődünk szellemileg, és egyre tényleg a tudás által egy boldog, szabad emberré tudunk válni. Itt nálunk van gyakorlási lehetőség, ami nagyon-nagyon fontos. És mi azt is megtapasztaltuk, mi nagyon sok fele jártunk, tanultunk, de nem tudtunk mit kezdeni a tudással, mert nem tudtuk, hol gyakorolni. A család az kevés, nagyon kevés. Viszont amikor van csapatod, van kint gyakorolni, az az igazi tudás. Amikor gyakorolni tudod. És azáltal, hogy van csapatunk, azáltal van lehetőségünk, hogy anyagilag is egy jobb helyzetbe kerüljünk. Tehát én soha nem voltam ilyen rendszerben, ahol ez így van felépítve, hogy én azáltal, hogy tanulok, és amit tanulok, átadom embereknek, avval embereknek segítek, és még mellette lesz jövedelmem. Tehát ezen nagyon érdemes elgondolkozni, mert itt tényleg egy szabad, boldog életet tudunk kapni. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forintba kerül. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után a következő coachképzésünkben. A szünet után egészség coachképzés 7. hónapjában kezdünk bele? Igen, az lesz most, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most 30 perc szünet következik, szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!